Szias! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép reggelen. Nálunk reggel van, délelőtt van, 9 óra lesz, 2 perc múlva. Elkészültünk, bekentünk magunkat naptejjel, és nem más vagyunk, mint lemegyünk a part felé, hogy egész pontosan fogunk-e fürdeni, vagy mit csinál, vagy csak gyalogolni, vagy körbenézni, mi nem tudjuk, hogy mit csinálunk, azt tudjuk, hogy legelőször elmegyünk, és... Szerbusz, Lukasz! Mit csinálunk? Mit? Megreggelizünk! Ja. A Gólkosznak a déli részére fogunk lemenni, körülbelül tőlünk az olyan fél óra vezetésre van. Úgy körülbelül, attól függ, hogy milyen a forgalom. Úgyhogy indítom az autót, hoztam a szemüvegemet, hoztam a kamerámat, hoztam a szemüveges kamerámat. Azt hiszem, hogy megvan minden. Hoztunk törölközőt, hoztunk úszogatját. Induljunk! Mindjárt megérkezünk, képzeld el, most jövünk át az alagút alatt, az alagút fölött pedig nem más van, mint a repülőtér, és ott jönnek-mennek a repülők. Amúgy átjöttünk a határon körülbelül egy perccel ezelőtt, itt vagyunk most New South Wales-ben. Ugye Gold Coast az a határon van, Queensland déli határon, vagy New South Wales, minden, a határon van, a államhatár, tehát nem kérnek útlevelet, meg hasonló dolgokat, nem fognak megállítani, csak egy államhatár, de nem sokáig leszünk így New South Wales-ben, ugyanis már fordulunk is vissza. És menjünk vissza a Gold Coastra, ugyanis csak az autópálya jöttünk, és az autópálya az úgy jön, hogy átmegy a határon, és visszafordul kb. 2 perc után, hogyha vissza akarsz ugye lemenni a tengerpartra. Na ugye, mutatom neked, látod, ott van bal oldal tábla, hogy üdvözlünk Queenslandbe, vissza is értünk ide Queenslandbe, úgyhogy ott van lent szembe a tengerpart, most itt vissza fogunk fordulni, valahol, valószínűleg itt mindjárt kirakjuk az indexünket, indexelünk, bánunk a többi autó után, és lemegyünk oda le a tengerpartra. Aztán valószínűleg először gyorsan meg fogunk reggelizni, aztán utána körbe sétálunk. A zöld van, te! Ilyen se volt, itt mindig annyit kell várni a lámpára, látod? És leérkeztünk ide a tengerpart, látod, ott van szemben, nagyon sok autó jön lefelé. Jelenleg 28 fokat mutat a hőmérő, ott mi nálunk olyan 30 fok volt. Na várj, átvegyünk itt a körforgalmon, hanem jön senki, mehetünk. Ami nem tudom, hogy ki emlékszik, vagy ki nem, de itt csinálta azt a 360 fokos videót, még annak idején. Körülbelül egy évvel ezelőtt. Ott, látod, itt futnak az emberek, ott van a homokbucka, amiből sokat most nem lehet látni, de itt majd meg fogunk valahol állni. Nem itt, hanem ott, azon a részen. Ami itt van egy pár kávézó, meg egy szállodák, ugyanúgy, ahogy látod, itt meg lehet szállni, de nem itt fogunk mi megállni. Ott, látod? Ott a víz. Megérkeztünk, te, körülbelül 20 percet mentem körbe-körbe, de találtam egy helyet, ahol meg tudok állni, olyan helyen álltam meg, ahol végül is nagyon nem lehet megállni, de állnak itt meg autók, máshol nincsen, így is gyalogolnunk kell egy jó darabot. Úgyhogy most elmegyünk és gyorsan megreggelizünk, vissza a szemegemet, azt mondom, hogy átcserélem, viszünk mindenünket, aztán lehet, hogy tovább megyünk majd valamire, azt beszéltük, lehet, hogy lefelé megyünk, vagy föl, majd meglátjuk. Most először reggelizünk, aztán nézzük azt a hideg-meleg vizet. Autót bezártuk, úgyhogy most megyünk. Mindjárt jól megyünk, eszünk valamit gyorsan. Sapka, fel a fejedre. Nehogy ledobd. Nyuszi, nézd, nem akarja felvenni. Lukasz, meleged van? Ha, picit? Picit, jó. Átmegyünk itt a boltoknál, amúgy itt van a kedvenc bűvészboltom, megmutatom, hogy hol. Itt a sarkon. Itt vettem egy pár trükket. Jó régen, egy jó pár hónappal ezelőtt. Ja, de most nem megyünk be. Hát, hogy itt van ilyen könyvesbolt, ilyen régiség volt. Van, aztán van sok kávézó, oda nézve, hogy könyv van itt. Oda nézve, milyen Volkswagen mikrobusz, látod? Elég jó állapotban van, nyugszi. Lukasz, oda néz, látod? Ahogy mindjárt odaérünk, itt vagyunk lent szemben, látod itt a tengerpartot szemben. Ugye az egész ott, hogy néz ki? Mind a Balaton, komolyan mondom, nem lehet sehol megállni. Mindenhol lehet venni ilyen labdát, meg úszógumit, meg hasonló dolgokat. Na, rám jött egy légy. Majdnem úgy néz ki. Csak a víz az kékebb, meg talán tisztább, mint a Balatoné.
Na, itt elfordulunk balra. Nem, elfordulunk jobbra. Azt mondta a feleségem, nem megy se erre a kellene. Átévettünk, Kuszi, átévettünk. Autó megáll. Ugyanis az a szabály nálunk, hogy ha gyalogos lép a zebrán, ő neki van mindig elsőbséges, el kell gyengedjed. Ja, nem olyan, mint Magyarországon, hogy átmennek rajtad. Emlékszem, amikor volt nyaralatunk, de mind oda el akartak minket ütni. Mindig leléptünk a zebrára, aztán mindig jött az autó, aztán ránk tud állni. Na nézd, mit eszünk. Valamilyen ilyen burger teszünk, látod? Amint a feleségem rendben, aztán valahol el fogunk ülni. Ja, szóval. Lukasz, te mit kérsz? A hestem. Rendben van. Aztán 10 óráig van reggeli, utána meg rendes hamburger. Ide hátra, ide behúzzuk, rendben van, aztán ide lecsücsenünk gyorsan. Kint is Jonas irányát, szajdolj, szaj. Lukasz, be vagy ki? Na, végeztünk. Nyuszi. Bemegyünk a partra most. Ujjajjaj, oda lesz szemben, látod? Átadjunk itt a zebrán. Azt hiszem, hogy lesznek lenne egy pára. Hogy ott van szemben Surface. Lehet, hogy annyira nem látjátok így a kamerát, főleg a szemegen keresztül. Ilyen párás az idő amúgy arrafelé. Ja. Ja, oda lemegyünk, rohanunk egyet. Itt majd mindjárt sétálhatsz, jó? Mindjárt itt átérünk a zebrán, azt itt lehet rohanni oda bele a homokba. Mit szólsz hozzá? Hm? Merre megyünk? Jobbra vagy balra? Menjünk jobbra. Arrafele. Davis sétál. Ugye nyúszi? Mindjárt bele a homokba. Tehát ledobjuk a cipőnket. A Davis, gyere! Nem akar belemenni a homokba, oda nézzél. Na, gyere! Nem bánt a homok, nyuszi, gyere! Jaj, te! Azt mondom, hogy felkul, hogy vegyen, oda néz. Nem kell félni a homoktól, nyuszi. Nem bánt a homok. Látod? Ja, semmi bajod nem lesz. Oda nézzél, látod, mennyien vannak lent ott a vízbe. Meg a parton. Oda nézze, mindenhol ott vannak az életmentők, ott nézik az embereket, ki akar belefulladni. És csak a zászló között szabad ugye bemenni fürdeni. Kivéve, hogyha szörfözöl, vagy bodyboardozol. Ott van szembe szörfözöl, ahogy mondtam, ahol lehet, hogy annyira nem lehet ám látni, főleg nem ezzel a szemvegen. Ja, sok-sok ember. Átsétálunk oda túloldalra. Egy egyet itt most lemegyünk, megnézzük a vizet. Aztán megyünk tovább majd valamerre. Mit szólsz hozzá? Hm? Oda nézzél, mennyien napoznak. Látod, nyuszi? Te? Meg az emberek úgy le fognak égni, mint a fene. Váltsanak a hátam elég piros. Hova menjünk? Kicsit kijebb menjünk? Megnézzük azokat a sziklás részt? Hm? Szerinted bele fogsz menni a homokba, vagy nem fogsz belemenni a homokba? A homokba, a vízbe. Hm? Nyuszi. No, várja, én a Lukasz is, én a feleségem is. Tartod most egy darabig. Ja. Na, a nyuszi megvan, úgyhogy lehet menni. Nem? Gyere, felveszlek! Nem kell félni a homokban, nyuszi. Csak ide megyünk bele, és itt nincsenek zászlók, itt nagyon nem lehet fürdeni. Ja, víz! De hát akkor bele kell menni a homokba. Nyuszi, mit szólsz hozzá? Ha, belemegyünk akkor, vagy nem? Vigyázzál! Lukasz! Davis nem nagyon szereti a homokot, meg a vizet. De Lukasz azt szereti, látod? Hú, hideg! Hú, de hideg a víz! Ja, majd akint tartalak, jó? Hú, te! Jön a hullám! Ja! Kicsit hideg, nem is egy kicsit, eléggé hideg a víz. Tapsoljunk! Azaz! Ja! Vicces, mi? Jön a hullám! Hol? Ott nálam, ami látod? Ja! Nézd, ott integet! Na, hol a Lukasz? Nem olyan ideg ám a víz, amint belemensz, hogy bele vagy egy pár percet, és
így hirtelen volt először hideg. Ja, szia, hova mész? Oh, látod? Nézd, ott vannak az életmentők, ott van a hajójuk, és hogyha valaki fuldokkal, akkor bemennek és kihúzzák. Aztán van egy jetskiük is, valahol. Úszol, ja, úszol. Mondjuk nincsenek hullámok, azért jöttünk le végülis erre a részre, mert itt a hullámok nem olyan nagyok, mint ott fönt mi nálunk. Ja, ugyanis ilyen nagy hullámokban ugye nem lehet rendesen belemenni, főleg nem a Brookesnek meg a Davisnek. Bár a Davis, ja, minden, mert a Davis nem megy bele, ja. Mi van? Aj, te. Láttam, jól leásztál, tiszta víz lett. Mondtam, hogy menjél be olyan messzire. Aha, akarsz. De jön a hullám, aztán jól megvág, ja. Mondd, bye, bye. A Lucas még mindig ott bent, pancsol. A Davis nem akar még mindig belemenni a homokba. De én nem tudom, miért kell félni annyira a homoktól, nyuszi, mi? Ó, nézd a hullám, látod? Nem csinál semmit. Nézd, ott fut a Lucas. Látod? Ó, hogy bele. Látod? Nem bánt. Ups. Na, obadobta. Elviszi a víz. Nézd, elviszi a víz. Lucas átöltözik, ugyanis beleesett a vízbe. Mi? Te tiszta vízbe. Ja, felveszi az úszóruhaját, és még mielőtt valaki megkérdezi, hogy a Lucas-on miért van ruha, azért, hogy ne igyen le a hasa, meg a háta teljesen. Na most sok gyerek, nem gyereken, felnőtten is van ilyen úszóruha, az ilyen úszó toppa, mint ilyen felső. Lent a tengerparton, elviszeltünk az autóba. A Davis egyszerűen nem lehetett belerakni a homokba vagy a vízbe, annyira férfi, nem tudom én. Még fürödni nagyon szeret, minden es, alig várja, nem lehet kivenni a fürdőkádba. Én azt hittem, hogy szeretni fogja. Tudtam, hogy régebben sem annyira szerette ezt a vizet, ugye, de... Én szeretem. Én azt tudom, hogy te szeretted, meg te szereted. Majd hozzászokik. Hozzá fog szokni majd időben. Ezen a nyáron biztos, hogy hozzá fog szokni. Úgyhogy most nem már csinálunk, mint megyünk valamerre, vezetünk valamerre. Átöltöztem, nézd, látod, átvettem a gatyámat, ugyanis tiszta víz volt. Még az alsó gatyám is, ugye mindent átöltöztem. Lucas is átöltözött, a Davis is, nem, a Davis az nem öltözött át. Meg a feligem, sengem se, ugyanis ők nem fizettek. Úgyhogy most nem már csinálunk, mint kivezetünk valamerre itt Tweedheadsbe, vagy majd valamerre körbenézünk. Aztán elmegyünk majd hazafelé, gondolom. Nézd, itt vagyunk, látod itt a piros lámpánál itt ezen a főúton. Csak azt nem tudjuk, hogy hol, ugyanis fogalmam nincs, hogy hol vagyunk. Amúgy beszélgettük a Lucasszal, hogy élvezted a fürdés vagy az úszás, nem? Nem voltunk le olyan nagyon sokat, átlával le is szoktunk jönni, körülbelül maradunk, amit szoktunk maradni most például egy órát körülbelül, aztán mindig megyünk tovább. Szeretünk inkább kora reggel jönni, vagy délelőtt, hogy nincs az a nagy meleg, vagy pedig ugye késő délután, de hogy kint az a sok ember, aki feküdt és napozott, nagyon nem tesz jót neked ez a napsugárzás, főleg ebben az időpontban most, pont most ugye azért jöttünk előbb. Na minden, zöld van, úgyhogy megyünk valamerre, hogy erre fogalmam nincsen. Nézd, itt a víz mellettünk, látod, hogy ilyen kék a víz? Lucas, oda nézzük. Látod? Sok szép hajó van rajta. Mi mindig megyünk valamerre. Kérem, a nagy hajó, hol van a nagy hajó? Hol a nagy hajó? Ott van sok nagy hajó. Ja, ahogy... na ott a hátjában, Ja, ott leghátul. Amúgy itt van sok motel, ahol meg lehet éjszakára állni. Hogyha átévedünk max, akkor itt megállunk az egész, itt alszunk, Lucas. Mit szólsz hozzá? Itt alszunk az egyik ilyen motelban. Ha? Oké. Az jó lesz. Ja, ez itt valamelyik. Ezek már az olcsóbb motelek, amely itt ki van rakva az ár. $85, látod, éjszakára. Az elég jó ára, úgy. Csak nem tudom, hogy egy személyre vagy kettőre, vagy csak egy sima szoba. Aztán annyi ember férnek, mint kettennél több ember nagyon nem fér bele egy szobába. Na nézd, valahol itt vagyunk a semminél, vagy közepén. Vagy nem a semmi közepén, és vannak itt házak, látod, hogy jobb volt vannak házak. Maradott meg a víz van, le lehet oda menni. És megyünk ide ki egyenesen a végére.
Oda néz, látod, itt a víz, itt jobban lehet látni jetskisnek, vannak itten hajók, mondjuk a házak eltűntek innét jobb oldalról. Hova megyünk? A WC. Pisi szünet van, meg kellett állni és menjünk a WC-re itt. Hát jó, nekünk a parkba. Melyikbe megyünk, ebbe vagy abba? Kipisiltük magunkat, lejöttünk egyet ide, a Davis-el aludtam, úgy benne a feleségem az autóba vele. Itt mutatom. Ide le a vízhez. Látod, itt van egy ilyen pad. Ide le akarsz ülni, de most nem ülünk le, csak körbenézünk egyet. Menjünk tovább. Mami benne az autóba. Persze. Amúgy itt is be lehet menni szerintem. Legalábbis a lábadat bele lehet rakni. Bár itt sokan látod hajóznak. Bár nem nagyon úszkálnak. Ott van egy rész, egy ilyen öblös rész, ott láttam gyerekeketben. Ott a lubickolnak. Bele ne essél nekem. Aztán nem más kell csinálni, meg kell nézni, hogy hol vagyunk, ugyanis eltévedtünk. Fogalmunk sincs, hogy merre vagyunk, vagy hova megyünk. Úgyhogy mindjárt megnézem a telefonomat, vagy valamerre elindulunk. Lehet, hogy hazafelé majd lassan. Kezdesz ilyes lenni, vagy még nem? Én ilyes vagyok. Ilyes vagy? Nem most reggeliztünk? Ja, de... Egy pár órája. Akkor gyere, menjünk, azt teszünk valamit közben. Mit akarsz látni? Gyere! Na nézd, elindultunk. Megyünk. Oda nézd, milyen házak vannak erre. Nézd, mennyi szemét van ottan. De... Itt meg... eltűnik az út. Oda nézzél, hol vagyunk. De... Én azt mondom, itt meg kéne fordulni, ugyanis... errefelé nincsen semmi sem. A házak sincsenek, csak még rendes út sincsen. Látod? Ilyen köves út van, de ugyan mögöttünk egy autó, mint a fene. Te azt mondod, le kéne húzódni, mert ez el fog minket itt hagyni. Na várj, ide félre állni, ide nem állunk, de ide félre állunk. Oda nézzél, mennek erre az emberek. Jön még egy autó, meg még egy autó. Látod? Ilyen autóval kell erre felé járni. Hova keveredtünk? Komolyan mondom, még egy autó. Oda nézzél, te! Bejöttünk ide a semmi közepére. Még megyünk tovább, hát aki tudunk innét érni. Nagyon nagy a por. Te, látod? Na megfordultam, megyek visszafelé azt hiszem, ugyanis errefelé sok minden nincsen. Ez egy zsákutca. Megnéztem a térképen, képzeld el, kimész ide a végére, ott a víz, és onnét át lehet visszamenni, ahonnét jöttünk. Pontosan, körülbelül egy ilyen 50 méter onnét az egész, de van egy víz közte, ahol bejön a víz, a tengervíz, és nincsen híd. Tehát, hogyha ott átúszom, max. 125 túloldalra, komolyan mondom, innét egy ilyen 5 perc, még annyi sem autóban. De nincsen híd, úgyhogy visszafelé kell menni. Te ez az út nagyon nem rossz, vagy nagyon nem jó. Oda nézzél. Biztos vannak itt kenguruk, meg koalák, meg kígyók. Minden. Úgyhogy kicsit eltévedtünk. Legalábbis nem tévedtünk el, mert itt a GPS, csak rossz felé hozott minket a GPS. Na minden, úgyhogy menjünk visszafelé. Látod, ott lehet sátrazni. Ott egy sátor. Nem, meg még egy sátor. Ahogy itt van egy ilyen karaván park is, ahol vannak lakókocsik, itt meg lehet állni. Ilyen kemping végül is. Csak vannak itt olyan lakókocsik, mint ez is, amit nem úsztak ide, nem itt van. Már nem ez az autó, hanem itt bent. Itt van, és ezeket ki tudod bérelni, hogyha ide jössz. Tehát ha nem hozod a lakókocsidat, akkor ott az kibérlet. De lehet sátrazni is. Itt is vannak sátrak, látod? Megálltunk egyet, ugyanis még nem tudom, hogy merre kell menni. Nézzük a térképet, de azt megint rossz irányba jöttünk el. Mutatom nektek ezt a helyet. Oda néz. Látod, ez egy egyirányú utca, vagyis két irány az utca. Onnét jössz, egy autó elfér ott, egy autó elfér itt, és vannak ilyen kiállások itt. Látod, ide félre kell húzódni, ha jön egy autó, és el kell engedni, még ott átérsz azon a részen, vagy pedig ott, ugye azon a részen. Tehát érted, mit mondok? Mindig valakinek meg kell állni, hogyha valaki jön szembe. Amúgy ott vagy a repülő, és a reptér az nincs olyan túl messze mi tőlünk, de ez ilyen farmos hely, látod? Gondolom van egy pár kígyó, onnan nézzél. Na minden, csak gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a részt, és most azt mondom, hogy megyünk visszafelé. Ugyanis a Lucas azt mondta, hogy kezd éhes lenni, úgyhogy valamit fogunk enni, de azt beszéltük, hogy lehet, hogy majd otthon megállunk valahol, eszünk ilyen halat, valami fish and chipset, ugye halat krumplival, ugyanis a Davis alszik, és nem nagyon akarjuk felébreszteni, az autó meg ugye nem hagyhatod meg, főleg nem ilyen melegbe, meg amúgy sem hagynánk benne a Davis az autóba. Úgyhogy megnézem gyorsan a telefont, hogy pontosan merre kell menni, hogy még egyszer eltévedjünk.
fut a nyuszi a fűbe. Meg a másik is ott nagyon messzire. Davis kiabál neki, hogy hova futsz, Lucas, gyere vissza! Amúgy megálltunk, már majdnem itthon vagyunk, csak megálltunk enni. A feleségem elment, rendelt halat, meg chipset, ugye, fish and chipset. Ott mögöttem valahol, meg kijöttünk addig ide a parkba, és a Davis nagyon ki akart már szárni az autóba. Egy jót autóztunk, úgyis visszafelé az út az hosszabb volt, mint idefelé, mert rettentősek autóval, nagyon nagy volt a forgalom. Úgyhogy itt vagyunk most, ami mi mellettünk, látod? Nem látod? Valahol ott arra felé a lakást, ahol ahol lakunk, a házat. Valahol ott, nem lehet látni ott az épületről. Úgyhogy itt vagyunk, körülbelül 5 perc gyaloglás innét, bár az autóval ott álltunk meg. Mit? Jaj, nagyon picit lehet látni, nem nagyon. Úgyhogy megvárjuk a feleségemet, még visszajön a hallal, aztán hazanink és megesszük. És lezvonyozunk, aztán nem tudom, hogy valószínűleg átmegyünk a szüleimhez. Ja. Oda néz! Látod, mekkora egy nagy park ez itt? Itt lehet rohangálni, ugye Davis? Ott van egy ilyen mászóka, meg mi van ott a csúszda? Nem is mászóka, csúszda. Meg itt egy utca, körbe-körbe, látod? Nem is tesz, hova megy? Vigyázzál, ott le fogsz burulni. Gyere, fogd meg a kezemet. Le fog burulni! Gyorsan! Hoppá! Te is le fogsz burulni? Te ne vigyázz! Hoppá, látod a nyuszi leborult? Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, közben megebédeltünk le, így zuhanyoztam már nem csak én, hanem a Davis is, a Lucas is, át is öltöztem, látod? Mert meg is borotfálkoztam. És a kicsikét hosszú kezdett lenni most már a szakállam. A Davis amúgy itt ül mellettem, látod, még mindig eszik ilyen sült krumplit. Én adom neki, látod, itt van a tányérja. Meg egy kis halat. És amint megebédelt, vagy ez már nem is ebéd, mert is ebédelt, ez csak ilyen utó csipegetés, vagy nem tudom minek mondjam. Sok mindent nem fogunk csinálni, valószínűleg el fogunk menni, megnézzük a szüleimet. Kérsz egy másikat? Tessék. Most ezt miért dobtad oda, te nyuszi? Megnézzük a szüleimet, aztán hazajövünk és semmit teszünk, nézünk tévét, valószínűleg nyugalmas délután lesz ilyen tévénézős délután. Ugye? Bármilyen most is nézzük a tévét. Ja, yeah, az egy kedvencemet nézzük, ez az egy kedvenc filmemet, nem más, mint a Teletubby, te! Mennyit szoktam én ezt nézni a Lucas-szel annak idején. Most kezdem előről a Davis-ra, ugyanis ő is rettentően szereti. Mit? Kérsz mások? Meg is etted? Tessék, inkább csak masszat hozsz oda, nem? Oda néz. De, nyuszi. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ahogy mondtam, semmi érdekeset nem fogunk most már csinálni. Remélem, hogy tetszett ez a mai rész is. Most ahogy jön majd a nyár, meg ugye, ahogy mondtam, a Davis egy kicsikét nagyobb lesz, meg idősebb, többfelé el fogunk tudni vele menni. Nem csak le a tengerpart, ugye több felé kirándulni, úgyhogy legalábbis remélem, hogy jól fogja bírni. Az autóba visszafelé kicsit már kezdett ugye nyugos lenni, bár aludt egy kicsit, közben felébredt, de jobban bírta, mint gondoltam volna. Úgyhogy majd többre el fogunk menni. Ezt a mai videót itt most én befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!